Hát sziasztok srácok, én Sajt32 vagyok, és köszöntelek titeket ebben a mai videóban. Visszatértem egy újabb nagyon-nagyon különleges videóval. Ebben a videóban bemutatok nektek egy olyan falat, ami nem ugyanolyan, amit ti szoktatok építeni, ahogy én szoktam építeni, hanem ez egy törhetetlen fal lesz, amit akármennyire fogunk ütni, egyáltalán nem tudjuk áttörni, és hát áttörjük, de folyton újra spawnol egy újabb blokk, és lehetetlen rajta átjutni, szóval ez úgymond egy ilyen fajta trükk, hogyha elég ügyesek vagytok így a command blokkokhoz, plusz a szerkezetekhez, akkor tudtok egy olyan falat csinálni, amit soha senki nem fog áttörni nektek, és hát így örökké be tudjátok védeni a házatokat. De hát szerintem nem rizsázok tovább, nézzük is meg a szerkezetet. Hát igen, ez a szerkezet nem annyira könnyű, de nem kell hozzá command blokk, szóval nyugodtan meg tudjátok ti is csinálni, ha vagytok elég ügyesek. Ezt a pályát nem én csináltam, én is úgy töltöttem le, ott lesz a leírásban link, hogyha érdekel titeket, és igen, ez a nagy cucc csinálja meg nekünk az örök falat, látjátok milyen király jól néz ki. A mechanikáját nem tudom sajnos teljesen, de van láva, szóval valószínűleg az adja nekünk az örök cobblestone-t, és hát akkor szerintem be is mutatom nektek azt, hogy miről is szól ez valójában. Annyi, hogy valószínűleg innen termelődik nekünk a cobblestone, mivel folyton itt egy dugattyú hozza fel, látjátok itt eltolja erre, 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 és ezt a falat táplálja nekünk, mert ez lesz az örök falunk. És hát igen, még egy kicsit körbe megyek azt, hogy nyugodtan nézzétek meg. Valószínűleg ez videót én nem tudjátok pontosan megépíteni, mert most nem fogom minden részét megmutatni, mert az unalmas lenne. De hát így ez úgymond egy ilyen kis bemutatószerűség, hogy meg lehet építeni egy ilyet. És hogy elég ügyesek vagytok, mint mondtam, akkor csináljátok meg, mert ez mondjuk milyen menő lenne egy szerveren, vagy akárhol egy ilyen olyan falat csinálni a házad elé, az, hogy nem tud az ember bejönni rajta, és hát így simán meg tudjátok a diát meg mindent védeni. Itt is van előttünk ez a törhetetlen fal, ami valójában ugye nem törhetetlen, de szinte az, mivel folyton visszaspawnol, és ezért hívhatjuk így is. Mindjárt meg is mutatom nektek azt, hogy hogy is lehet kiütni. Ez a beaconbe beleállok, és akkor így látjátok. Hát látjátok, hogy följöttem a szerkezet tetejére, és itt van előttem ez a fal. Elméletileg ez a törhetetlen, és hát gyakorlatilag is, mert nézzétek ez milyen. Kiütsz egyet, és rögtön egy piszton visszahozza ezt a blokkot, de olyan gyorsan, hogy nem bírsz rajta átmenni. Mert kiütöd ezt is, akkor is piszton hegyek visszahozzák nekünk, és látjátok, ahogy ütem, akkor is folyton visszaspawnol. Most tegyünk úgy, mint hogy át szeretnénk ezen menni. Na, léci, engedj már át, hogy menjek be, hogy jó, oké, nem, most is kitolt, hát ezt nem hiszem, azt hittem azt, hogy videóba át tudok menni rajta, az milyen vicces lenne. Hát igen, akárhogy neki akarunk menni, itt aztán nem tudunk átmenni sajnos. Próbálkozok, ahogy csak lehet, talán egyszer sikerült bevágolnom, de akkor is csak folyton rám rakta a cobblestone-t, szóval nem sikerülhetett, igen. Ezt egyáltalán nem lehet kiütni, és hogyha ezen túl jutnánk, nézzétek, a hátsót is ki lehet ütni. Most kreatívan megmutatom nektek, mivel ugye gyorsabban tudok ütni ennél. Upszi, pont nem ez. És akkor így, látjátok, kiütöm, ki tudom lyukasztani, ember rögtön visszaspawnol a hátsó is, csak hát kreatívban nem tudunk lenni szervereken nagyon, szóval így nem annyira értelmes. Az a vicces, hogy akármit kiütünk, ugye az nem spawnol vissza, kivéve ez a fal, ugye a lávák miatt, szóval ez egy nagyon-nagyon király dolog, szerintem nekem nagyon bejön, és nagyon-nagyon hasznos is tud lenni. Átesett a ló túloldalára, úristen, kettő blokk, meg lehet kiütöttem kettőt. Szóval srácok, én remélem, hogy élveztétek ezt a kis szerkezet bemutatót. Én nekem nagyon tetszik, szerintem az egyik leghatékonyabb szerkezet így a Minecraft-ba fel, hogyha meg akarunk védeni valamit. Szóval srácok, ez a videó ennyi lenne, én remélem, hogy nagyon-nagyon élveztétek. Hogyha így volt, kérek, dobjatok egy hatalmas lájkot, és hogyha támogatni szeretnétek, hogy még több király videót csinálják a közeljövőben, akkor légy szíves, iratkozzatok fel a csatornámra. Na sziasztok!